Már szóval, srácok, itt vagyunk a pénteki Monster Hunter Stories 2 streammel. Hú, de örülök neki, srácok, hogy nem péntekre hagytam a Zeldát. Megmondom nektek őszintén, hogy a Skyward Sword egy jó játék, viszont pokolian felemészti az ember agyát meg idejét. Elsősorban azért, mert nagyon-nagyon sokat kell gondolkodni. Nyilván nagyon könnyű bejönni a chatbe és elmondani, hogy figyelj már, simán meg lehet csinálni. Nyilván nézel végigjátszásokat, akkor persze baromi könnyű a game is, az a, ennél könnyebb játék nincs a világon, csak hogy én nem nézek végigjátszást. No, de nem baj. A lényeg, skacok, folytatjuk a sztorit azért, mert ebből a játékból még sok van hátra, és ezzel kéne egy picit haladni. Na jó, nekiállok köszöngetni Kazakdu, Askandi, Avistrom, Delirius, Galant, Ecsit, Enzinót, Illibir, Ruberdak, Interpid, Natureboy, Toasty Prods, Questquillis, Bagnici, Mastarbucks, Vinedwire, Sertment, Adestape és Ruberdak. Még egyszer, sziasztok srácok! Jött néhány követő tegnap óta, valamint kaptam egy donationt is 4 órával ezelőtt, amikor nem is ment a stream. Neked külön köszönöm, nedves test, az $1 donationt, köszönöm szépen, igyekszem már jól használni. Privát üzenet, ne olvasd be. Megnézem majd jó stream után. Pézsma medve, üdvözöllek a csatornán. Most már te is közén tartozok. Köszönöm a követést, és Monaguluna, neked is köszönöm a követést. Sziasztok, srácok! Megnézem, hétvégén lesz valami buzabi, kérdezi Askandi. Hüvet fogok vágni. Ez nagy, meg sok. Úgyhogy olyan 2,5 órás munka, de le fogom vágni. Megküzdünk vele. A gyűlölt ellenséggel, a fűvel. De egyébként viccet félretéve, ez szombatot fog hitenni, utána el kéne menni vásárolni. Szóval ilyen dolgokat kéne csinálni, tudjátok, ami nem feltétlenül az, hogy most ülsz a kanapén is gondolkozol, hogy na most mit csináljak a szabad időmmel. Ők erre már nagyon régen volt példa, de mindegy, a lényeg, hogy lesz program, sajnos, vagy nem sajnos, nem baj, végül is így is el kell menni a hétvégének, de fűvágás, bevásárlás, főzés, stb. De lesz benne pihenés is, mert kell. EA Play Wuzabbi. Vélemény, kérdezi Illilibir. Hát figyelj! Megmondom őszintén, hogy azok az emberek, akik agyonig el vannak ájulva attól, hogy jön egy felújított változata a Dead Space-nek, azokat én valahol meg tudom érteni, mert ha valaki szereti a Dead Space-t, akkor annak az jó. Én szerettem a Dead Space-t, én végigjátszottam a Dead Space-t, de nem fogom ilyen árgus szemekkel követni, hogy mi van azzal a fejlesztéssel, egészen egyszerűen azért, mert annyira nem én vagyok ennek a célközönsége. Szeretem a Dead Space-t, az egyet nagyon bírtam, fiatal voltam, 16 éves voltam, amikor ugye megjelent, úgyhogy viszonylag fiatalon játszottam vele, akkor félelmetesnek és nagyon jó játéknak tartottam, most különösebb véleményem már nincs róla, a harmadik rész szerintem pocsék volt, a második rész nagyon jó volt, az első rész az legendásan jó volt, úgyhogy várom szívesen, meg fogjuk nézni, hogyha megjelenik, de olyan nagyon nem dobtam hanyat magam. Ezen kívül az EA-n úgy látom, hogy leginkább a multiplayer címekben látja megint, tehát most megint eljutott oda a játékipar, mint ahol már egyszer jártunk 2013 környékén, hogy a Ubisoft és az EA Games megint mindenben azt látja, hogy az lesz a legjobb a playeröknek, ha minden multiplayer, mindent lehet játszani, a tovább, a haverokkal, nem tudom, nekem ez annyira nem, hál' Istennek a Sony ezt nem ezt a vonalat követi, a Nintendo sem ezt a vonalat követi, és azért jön majd Microsoft konzoljára is, vagyis a PC-re is jön majd story központú játék, aki szereti a multiplayert, annak jó hírek jöttek az EA Play-en, én az EA Games-től semmi más nem várok, mint Star Wars játékokat. Ennyi, de nem Battlefrontot. Tehát én nagyon szerettem volna, ha folytatják azt a Star Wars játékot, ugye, aminek most nem teszem be a neve sehogy sem, a single player game-üket. Én azt imádtam, szerintem az egy barom jó játék volt, az egy nagyon-nagyon-nagyon szuper, és egy érdekes PTSD-s karaktert mutatott be, soha nem láttunk még Star Wars világban olyan Jedit, akinek tragédia van a háta mögött, olyan tragédia, amit eldug magában, és ezzel nem is tud megbirkózni, és ezzel szenved végig, nagyszerű narratíva volt, gyönyörű szép történet, tényleg könyvfakasztó történet volt, szeretném, ha ilyeneket csinálna az EA, és kívánom nekik, hogy a Star Wars-t folytassák. Pupu, gyerekek, neked is szoktál olvasni, Wuzabbi? Ha igen, ajánlanak el nekem valami könyvet. Questquillsby szoktam olvasni, bár mostanában nem, de amúgy szoktam, csak mostanában nincs rá időm. És ha ajánlhatnék neked könyvet, pontosan a szerdai streamben jött föl, hogy akár Sapkowski műveimen szétnézel.
akár a Warcraft könyveket elolvasod, akár a vaják sorozatot elolvasod. Ezek mind nagyon jó könyvek, de így mondhatnám a Game of Thrones-t, a Lord of the Rings-et, csak hogy a legnagyobbakat említsem. De ha ez mind megvan, akkor kérdezd meg még egyszer, és akkor mondok kisebb címeket is, de egyébként én a Neo-Surrealism Art honlapján tájékozottam régebben, most nem tudom, hogy foglalkoznak-e már ezzel a srácok, még, hogy ott könyvajánlókat is kiírnak, szerintem már nem, hanem csak és kizárólag képeket tesznek ki sajnos. Hát mindegy, ezt ők tudják. A lényeg, hogy legyen bélyeg, de most komolyra fordítva a szót, én szerintem ilyen ponyvák közül is bármilyen fantasy, ha szereted a fantasy-ket, nyugodtan válasz magadnak egy jót. Könyveket nem akarsz bemutatni a csatornádon? Nem, egyelőre még nem látom még felkészültnek sem a csatornát, sem magam. És közben meg is fejeljük a play gombot. Hello srácok, hello, hello mindenkinek, csá! Nyomjuk meg! Csak közben egy mikrobeállítást itt el kell végeznem. Load game. És szerintem fejeljük is meg a folytatást, 21-29-kor hagytuk abba. Colette Hodehog, köszönöm szépen a követést. Így? Na és akkor? Vendwoodban tartottunk. Ugye, itt legyőztük a múltkor azt a rettenetes förmedvényt, úgyhogy szerintem húzzunk tovább. Ja, de akkor lehet, hogy gyors utazni kéne, nem? De. Gyors utazzunk. Mindjárt megvesz a 300 követőt. Húrá, srácok! Ez nektek köszönhető. Ti vagytok 300-an, ti vagytok 300-an itt. Ez a ti érdemetek, hogy ilyen sokan ide összegyűltetek. Én mód felett örülök amúgy nektek, mindenkinek tényleg. Nagyon-nagyon örülök. Imádom azt is, hogy a YouTube-ot szeretitek, és nézitek. Nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok a sok-sok bíztató szóért, amit ott elmondtok nekem, úgyhogy nagyon... Jaj, de jó, hogy ezt a játékot végre lehet irányítani úgy, hogy csak a stickeket kell nyomni, és nem kell nyomni három gombot még, mint a Zeldában. Hú, srácok, az a játék keményen igénybe veszem úgy. Fuh, na mindegy. Csuma. Azt mondja, nekem van egy csomó pénzem, mit szólnál hozzá, ha forzsolnál nekem egy weaponót? Ha már megcsináltuk a crowboltot. És blunt weaponből meg mit használunk? Blunt weaponből meg aha, nagyot, ebből meg ez. Jó. Bár, megmondom őszintén, hogy lehet, hogy rá kéne nézni, hogy ő mit ad el. Trinketet adsz el. Nem ad el trinketet. Trinketet akkor csak battle cap-ekért lehet venni. Jó. Iszonyatos lag, ami ugye a játékban van. Itt körülbelül olyan a Digital Foundry, nem is a Digital Foundry. Nintendo Life talán. Szia. Standing here before me. Young Red again. He was wearing, shall we say, an interesting outfit. Oh crap, man! An ordinary request, but I'm happy to see we have some outfit. Okay. Így. Jó, hát vállaljuk el. Accepted. First time I met Red, I was wearing unique getup, Boudrome armor. If I recall correctly, well, be so kind as equip some and show me for all time shake. Hammer Surge-et kapunk, revertként. 6000 zenit, tehát first time red, a wearing unit, unique getup, Boudrome armor. Tehát... A set, if I remember correctly... Igen, mert az van rajtunk, úgyhogy most ez a küldetés tulajdonképpen teljesült. Jó. Hello. Zellarddal jöttünk beszélgetni. Nézzük meg. I'm glad to see the children return safely. You have our gratitude. Csoda Tilla. Hello, hello. Köszönöm, hogy itt vagy. You've learned the right of channeling and proven yourself an ally to our village. I believe you can face the Nargacuga. The Nargacuga?
You're sending us on another quest already? You really know how to work your riders. That's quite enough. There's no need to get snippy with Zellert. Snippy? Us? Why, Ayana? Csoda Tilla, nagyon szépen köszönöm a subscribe-ot. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igyekszem jól használni. Köszönöm szépen. Unbelievable. Marco hangs out around here. Aha. West Etul Forest. Okay. The children to safety. You discover the identity of master responsible for scaring them. You take on request to hunt down mighty Nargacuga and leave the village. Jó. Jó. Hogy most nincs PS5 tartalom? Azért, mert PS5-re nem jelent most meg semmi, ami engem érdekelne jelenleg. Tehát, de mondtam nektek, srácok, ugye, hogy írtam is, hogy variety stream, tehát nem vagyunk ráállva egy játékra, vagy egy konzolra, hanem Ruzingovul köszönöm szépen a követést, üdv a csatornán, hello, hello. Nem vagyunk ráállva egy adott játékra, hanem több játékot is kipróbálunk. Most éppen Nintendo Switch-ra jött a Zelda, megjött a Monster Hunter Story. Hát a Monster Hunter Story az ugyanállam nem volt kérdés, hogy én azzal fogok játszani. Lehet, hogy nektek túl hangos a zene? Picit visszaveszek, mert nagyon ordít amúgy. Ha most lehet, hogy ez imád jobb lesz. Talizmán kéne. Ugye vannak a revival, so recover some happy to end of each turn. Ez amúgy nagyon jó. Hát lehet, hogy nem cserélem le. Lehet, hogy nem cserélem le, és akkor inkább itemet kéne venni. Igen, a blueprinteket, azokat megvettem. Ja, már nincs több blueprint. Ha összesen ennyi volt, akkor viszont nem fog kelleni. Bár mondjuk ezek a receptek nem rosszak, csak nagyon drága. 8 darab bottle cap kell hozzá. Azért ez nagyon sok, ahhoz képest, hogy mondjuk az egy instában van kb. Ennyi. Bár mondjuk azért ezek elég jók. Ugye a Pitfall Surprise, ugye itt tudnánk capture-ölni Monstert. Fant Kutku, Hairstyle Magazine that features Funky Kutku. Jaj ne! Lehet majd állítani a frizuráját a Kutkunak? Vagyis az enyémet? Szóval, ja! Volt, amikor megjelent a Ratchet & Clank, akkor szinte csak Ratchet & Clank volt, de mondom, tehát alapvetően úgy vagyok vele, hogy majd úgyis jönnek más játékok. Most mit tudom, én csak a távoliban mondom, ha majd kijön az új Diablo 2, és a felújított változata, akkor meg valószínűleg nagyon sok Diablo 2-es tartalom lesz. Tehát ez ilyen, ez változik majd gyakorta. Bird Event Stimulant. Aha. Így lehet unlockolni a gényeit. Oké. Okay. Akkor értem. Most már értem, mert az előző streamben már nem értettem, hogy mi az úristen van itt. Aha. Jó, akkor viszont Rite of Channeling-ben mi ennek a fő szkíje amúgy? Nem ezt. Tehát a malasznak kéne adni. És lehet, hogy ezt. Ruggene. Firecracker activate skill. Ez nem rossz. Nem rossz, de nem is olyan jó, mint ami nekem kell. Ezek meg csak Dragon Attack-ot tudnak hozzáadni. Ugye ez egy Dragon plusz Gene, meg ez is. Most akkor hagyjuk. Szedjünk össze szerintem még tojást. Igen, most már szembe jutott, hogy hol tartottunk az előző streamben. Tehát szedjünk össze még tojást. Ide be kéne jönni csucsukálni egyet, hogy feltöltődjön az összes szív. Hogy nehogy megpusztuljunk, mint a múltkor. Az első Master agyon ütött. És... ha... hát igazából mindegy, hogy melyikre mentem, nem? Na, mindegy. Ah, ez így jó lesz. Szóval, hogy
Szóval, hogy úgy de szépen be van amúgy rendezve, ez milyen esztétikus. Tök jó. Szinte már-már a régi Blizzardos. A régi Blizzardos aprólékossággal, és tudjátok, van ez a mondás, hogy a minőség alapja a bizalmatlanság, hogy ilyen teljes minőségbiztosításon átment, ilyen rostán az egész. Milyen csármok vannak most? Ez van beaktiválva. Gathering Charm. Resist from... Hányunk, mennyi a stream? Várjatok. 3,5 óra a stream. Ja, hogy 99... Aha. Jó, akkor 90 perce felrakjuk. Hogy szóljon. Boosting the prayer path to level 4. Its effects feel much more powerful now. You get Finding Charm. Pray? Gathering, Finding, X contains sponsor, rare genes, becomes... Ó, ez nem rossz, Lucky. Akkor a Lucky-t, imádkozzuk el a Lucky-t. És akkor most lehetne Amiibót használni. Ami viszont sajnos nincs, pedig amúgy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gondolkoztam egy Amiibóm. Amúgy egy Amiibó figurán, de aztán végül is letettem róla. Ne... Várjunk, lehet, hogy mégis a katavánt kéne használni. Igaza volt, hogy ide kattintottam. Hova kéne menni? Rocky Hillbe. Ide, Highlandsre, nem Rocky Hillre. Mi az a charm? Bocsi, a noob kérdésért. Semmi gond. A charm, az egy, úgy képzeld el, mintha egy ilyen áldás lenne. Tehát mit tudom én, mondjuk ha letérdelnél egy oltárhoz, és akkor ott kérnél egy áldást, hogy az úgy segítsen rajtad. Ugye mivel japán játék, így ezeknek az oltároknak elég nagy szerepe van ugye a japán kultúrában, és ezt ide is átörökítették a fejlesztők. Nem erőszakosan egyébként egyáltalán, sőt kifejezetten mokányul szerintem a játékosnak is jó, meg van benne ilyen is, de ez egy ilyen aféle áldás, és akkor úgymond egy ilyen lapot, egy ilyen kártyát úgymond feláldozol, de nem is feláldozol, inkább az oltára teszed, és ugye bízol benne, hogy egy úgynevezett ilyen áldást kapsz ettől, és például ilyen lucky charm, hogy akkor most több pontot kapsz a csaták végén, tehát úgymond megáld téged amúgy a ki nem mondott istenség, mert erről nincs szó a Monster Hunterben, csak úgy mit tudom, van benne ilyen, tehát amúgy egyáltalán nincs, nem jelenik meg, én legalábbis nem találkoztam így a vallással a játékon belül, csak ilyen apróságokon keresztül. Arra felé van az egg, akkor menjünk rá az eggre, ez egy csont. Broodbone S. Oh. Már kezdünk ilyen veszélyesebb helyekre lépni szerintem. Ugye ez a Kulujákuval azért jövünk, ugye múltkor kérdezte valaki. Csak ugye elfelejtettem válaszolni. Most nem elfelejtettem, hanem sajnos elsikkadt. Mert néha úgy pörög a cset, mint az állat, néha meg a levegő meg sem azt tud. Hát ez ilyen. Hogy azért használják a Kulujákut, mert ez, ha nyomkodom a B-t, ugye akkor használom az ő passzív skilljét. Vagyis az aktív skilljét, bocsánat. És ezzel az aktív skill-lel el tudom érni azt, hogy mutatja nekem a térkép, hogy merre van a tojás. Nem lehet oda fölmenni? Nincs, mert nincs olyan szörnyem, ami tudna mászni. Mert majd kéne szerezni amúgy. Ez a baj, hogy nem akarok vele harcolni. Iron ore, az jó. És itt erre felé mi van? De jó, ilyet még nem is láttam. Na, ez jól néz ki. Na, tök jó. Tök jó, változatos ez, srácok, csak azért van benne önismétlés, tehát van benne repetitív játékmenet, hogy így egy fél és angolosan szóval fogalmazzak, de azért van benne változatosság is, szóval nem kell. De például ez a pályarész, ugye ez az elágazódás, ez szinte az összes dungeonben megtalálható, ami csak van a játékban. Hagyjál már, légy szíves! Narukur right up ahead, buddy. I can't feel it. My whiskers.
Aha, tinglingel a sense a macskánál. Ott egy palolomu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 l
lehet. Jaj, az ott van. Jöjjünk már el itt fenn, mert itt szokott lenni értékes cucc. Most is van. Ah, stone. Azt hittem, hogy iron lesz benne. Na mindegy. A Royal Ludroth-tal most nem küzdünk meg. Az most nem, köszönöm. Nem is kell belőle semmilyen item, ha jól tudom. Vagy kell belőle valami? Ott egy chest. Nem kell belőle semmi. Ezeket csak így menet közben szedegetem egyébként, csak hogy legyen nálunk. Így külön objectem nincs rá. Super whetstone. Ó, de creepy. Hát azért van frame drop most is a játékban. Nem olyan nagy probléma, egyébként túl lehet magadat tenni rajta, de azért van. Tehát egyáltalán nem fut 30 FPS-sel a játék, ez biztos. De érezhető, biztos vagyok benne, hogy ti is látjátok. Én ezen túl teszem magam, amúgy elég könnyen, tehát nekem ez nekem nem vesz el a játékból, de jaj, hogy te vagy a narga kuga, nem emlékeztem rá. Majd vigyázni kell, mert a farkával nyom a tüskéket, mint a Rise-ban. Mondjuk itt tök mindegy, mert nem tudunk ki dodzsolni belőle. Na srácok, lássuk milyen attack movesetje van. Speed, technical vagy power? A kulujako, ami nálam van, az technical. Famous, speed. Aha. But I know you'll be able to handle this body. Akkor ő speed. Ő speedes. Na, valaki bemagolta a házi feladatot? Hogy mi üt mit? Remélem bemagoltátok, srácok, múltkor mondtam, hogy itt ezt nekem mindenki úgy jön nézni legközelebb, hogy fejből vágja, hogy mi ellen mi a jó. De egyébként azt mondja, hogy... Tehát úgy van, hogy... Várjál. Nem, speed ellen a power jó. A technical ellen, hogy van? Speed ellen a power jó. Technical ellen a speed jó, a power ellen meg a technical. Így. Tehát így váltják ki egymást, úgymond. Na. Jó. Will be handful even for Shulkai. Jó, váltsuk le a monstert, mert nekünk power monster kell, aki tud power attackot, az pedig a Bulldrome jelenleg. Jó. Akkor szerintem nézzük meg először a blunt weapont. Azt mondja, lehet a fejét ütni, lehet a farkát, meg a gyomrát. Először csapjuk le a farkát szerintem. Nézzünk egy power attackot. Igen, speed attackkal jön egyből. Ő rögtön drawolnak, mert a Legiana is szintén speed attackkal támad. Nem hatásos ellene a blunt weapon, láttátok? Át is úszta. Ezért maradunk power attacknál. Maradunk a télnél. De nem cseréltem weapont. Ez az, amikor kapkodsz. Mindjárt letörjük a farkint száját amúgy. Oké, váltsunk, mindenképpen váltsunk fegyvert. Nézzük meg, hogy a Cataclysm Sword-del mit tud kezdeni a barátos. Azt mondja, hogy skillt nem tudunk használni, akkor nézzük. Télt, most úgyis lecsapjuk a télt amúgy. Etolok of House-t, üdvözöllek a csatornán, hello. Lecsaptuk a farkincáját. Na most annyi különbség van, hogy lehet, hogy a blunt weapon nem lesz pipe bomb így. Így nem lesz pipe bomb. Azt mondja, hogy akkor viszont... miért speed attackkal támad? Hát próbáljuk meg a headet, de ha speed attackkal támad, akkor az nem lesz neki jó. Killer fengeljön. Nem jó ellene a slash weapon, át is húzta. Akkor megpróbálkozunk mindjárt mi is egy power shot-tal.
Power shot-tal lövi, de nem volt valami effektív. Jó, most begurult, úgyhogy szerintem most kellene cserélnünk. Eddig speeddel támadott, ami azt jelenti, hogy valószínűleg most fog powerre váltani. Ami azt jelenti, hogy az ellen meg technikást kéne, akkor szerintem hozzuk le a Great Jagit. Nézzük meg a Jaggy-mel, mire megyünk. Azt mondja, hogy Jaggy, jöjj vele, most még nem tud semmit. Akkor váltunk fegyvert. Nézzük meg a Venom Monstert. És csináljunk egy technical attackot mi is. Egy közöset, mondom, egy közöset. Így, és a headre. Menjünk rá a headre, technical. Technikás attackot választottam úgy. Meg kell cserélni, mert technikával fog támadni, akkor vissza kell hozni egyébként a power-t. Így, és akkor mind a ketten támadjunk power-rel, nézzük. Aha, akkor viszont, le kell cserélnünk, annyira kell cserélnünk. Íra, bocsánat. Cataclysm Bow. És akkor ezt viszont megéri nagyon felhúzni, mindig. De sajnos ez egy mínusz kör. Ő nyer, mert ugye a power attack. Viszont be is kapja a damage-et amúgy, Tail Strike, valószínűleg meg fog halni. Ah, nem! Nem halt meg. Mert engem ütött le. Ugyanezt a power shotot fogom én is elsütni egyébként, amit ő. Rácsücsült a Legiánára. Na, lássunk skill shotot. És akkor legyen egy piercing shot a headre. Kőkeményen, let's go! Ha ez kisztanolná a nargát, akkor onnantól kezdve rá tudnánk kritelni. Penint Gettier. Üdvözöllek a csatornán, köszönöm szépen a follow gombot, hali-hali! És egy power shotot még beletolunk. Pam! Így is van. Így is van. Le kéne őt cserélni amúgy. Vagy a Kulujakura, vagy a Pukeire. Így sem mutatja az NFP-be, mint hogy a Rise-ban sem. Kérdőjellel írja a HP-ját, viszont itt már azt mutatja, hogy hogy mennyi HP-ja maradt annak az adott testrésznek, amit éppen megpróbálunk róla letörni. Tehát az viszont megvan. Az viszont megvan, de amúgy itt is rejté, hogy mennyit kell még vele megetetni. Ugye ez egy draw volt, mert ugye mind a ketten ugyanazzal a támadásra jöttek, viszont akkor így legalább nem vesztettünk, mint a Legiana, mert ugye a Legiana óriási nagyot kap. Na most én fogom kapni a damage-et. Skill shot-tal fogunk rámenni, és piercing shot-tal. Do this. Hogy speed attack-kal jön. Na majd felkeltünk. Lehetséges, hogy le kéne cserélnünk, mert úgy látom, hogy már nem 100%-osan a legjobb ellene a bó. Azaz. Nézzük csak.
De jó lenne a Boo. De ha Speed Attack-kal jött. Mert a Speed Attack-ot az Technical Attack-kal kell leszedni. Muszáj vagyok charge-olni egyet, nem tudok más csinálni. Charge. Ez van. Ezt most be fogom nyelni, ezt a damage-et, ez van. Kegyetlen damage. Nincs, ebben nincs bogán. Nincs bogán. Hatféle fegyver van benne, azok közül nincs benne a bogán. Na, ezt hiszem, most már én nyerem. És dír. Pa-pa! És nem stunolta ki. Na, és mostantól kezdjük el kizárólag a HP-ját sebezni. Tehát ilyenkor már a fő HP-ját kezdjük el sebezni. És ő is tol egy power shotot bele még. Oké. Akkor szerintem üljünk rá a Jaggy-re, mert akkor felmegy a HP-ja, meg az enyém is. És szerintem akkor egy technical-lel próbálkozzunk meg. Tehát a játékban benne van ugye a Sword and Shield, a Great Sword, a Bow, akkor a... Hát nyomjunk egy kinship-et, próbáljuk meg a kinship-et, hát hogyha megnőjük vele. A Gunlance van még benne, kérlek szépen. Hát sajnos a Hunting Horn, de a Hunting Horn az nagyon rossz ebben a játékban, borzalmasan rossz. Jön a crew velünk. Rosie Wiesenru, köszönöm szépen a követést, üdvözöllek a csatornán. Hello, hello. Köszönöm a follow-t. Nem halt meg. Bár lehet. Nézzük csak, mert lehet, hogy akkor majd most döglik meg. Nem. Akkor viszont próbálkozzunk. Muszájok megint felhúzni. Húzzuk fel. Ő Alvinnak lehet, hogy meszelni fognak. Ó, valaki felhílelt engem, mert ezt... Ha meg kellett volna, hogy halljak. Technical attack-kal kellene támadni. Wildbreaker-t nem fogja tudni, akkor cseréljük már le ezt a Jaggy-t. És jöjjön helyette a Kulu. Minden körben lehet egy monster cserélni, minden körben egyszer. Meg egyszer lehet weapont is cserélni. Technical attack mind a kettőnknek. Én pedig nyomok rá egy piercing shotot technical-lel. Let's go. Ó, bár ő is technical-lel támad. Akkor viszont lehet, hogy izét kellett volna csinálni. Powert. Na mindegy. Elfeküdt, akkor ez critical lesz. Ez nagyon jó. Hát olyan 38-40 óra körülbelül. Lassú tempóban jön 50 óra. Ja, nem feküdt el, azt hittem elfeküdt. Nem fekszik el, viszont most már... Aha, de még jó ellene. Hát basszus, akkor egy... Várjunk, Monster Skill kellene, hogy a Kulu... Ha a Kulu azt próbálkozzon már meg egy... Drug Stampede-del, így. És én akkor megint charge-olok.
OLED Switchen ez jobban fog futni szerinted? Nem, dehogy is. Nem, az OLED az nem, tehát az OLED az nem, az technikai upgrade-et nem tartalmaz, tehát a chipet nem érinti az upgrade. Tehát megkétszerezik a belső tár helyett, OLED kijelzőt kap a mostani helyett, de ugyanúgy 720p-s marad, azt ne felejtsétek el. Csak így akkor például, ha mit tudom én, utazol a vonaton és mondjuk olyan helyen mész, ahol a nap belesüt, akkor az OLED nem lesz problémád vele. Bár most se sok, de mindegy, kevesebbet is fogyaszt az OLED, nagyobb is lesz az akkumulátor, fehér színben is meg tudod kapni. Én mindig azt mondtam, és most is azt mondom, hogy akinek most van switche, annak teljesen fölösleg. Ezt sorankra megcsináltuk, srácok. Akkor nem is volt ez olyan hosszú, azt hittem, hogy nagyon elnyújtódott. Narga Kuga Scale. Ó, és dobott még, tudjátok, azt a ritkaságot. De mindig azt szoktam mondani, hogy akinek van switch, az ne cserélje le. Aki most szeretne switchet venni, azt szerintem OLED-et vegyen majd. Bár még azt is meg tudom érteni, aki vesz, ha mondjuk 2017-ben a megjelenéskor vetted a switched, akkor azt már megéri lecserélni esetleg egy OLED-re. De semmi nem fog jobban futni rajta. Tehát ugyanezt kapod, ugyanez a Tegra chip van benne, semmi nem változik. A chipet tekintve. I never seriously considered he might beat me. Wow! Are you saying you lost? Of course not. I don't want to talk about it. Well, hey, how about you two go at it like that now? Nem AMD, a Nvidia gyártja. Nvidia gyártja. What? Where's this coming from? How about you let me referee? What the? Who are you? Just a humble feline crossing your path. You bet your whiskers. Angisa Kuzan, köszönöm szépen a követést. Üdvözöllek a csapatban. Hello, hello. Talk about lucky. Okay, buddy. Time to show Alwyn your grandpa's not the only great rider in the family. If you can win this, that'll really impress Zellard and the Elder. I suppose battling against another rider would be good experience for you too. Okay, get ready, cause here we go! Ez az vicces lesz, srácok! Erre nem számítottam, srácok, hogy itt egymással szembe kell majd harcolnunk. Ez a Legiana iszonyatosan erős. Rider battles pit you against other riders in duels where both of you can use item and kinship skills. The first one they play their opponent hearts wins, but remember you cannot directly attack the rider. Igazából rámondhatjuk, hogy egy Pokémon csata. A Legiana, ha jól tudom, akkor technical attack-okkal támadott. És az ellen a power attack jó. Úgyhogy én behozok... Nem, van egy rock stampede-je. Őt támad, légy szíves. Én pedig megpróbálom szintén powerrel, és így, gyerünk, nézzük. Speed attack-kal jön. Shit, akkor pont elver. Azt a mindenségét neki. És ki is üti... ezt elrontottam. Srácok, ezt most nagyon keményen beszívtuk. Speeddel jön. Speed ellen... Speed ellen viszont technical kéne. De, aha, csak így meg fog halni. Köszönöm, Lai. Aha, ja, igen, ez más.
csak a potion-t fogom tudni használni. Hát magamon kéne, mert én azonnal meghalok kb. Az jó. Az jó, a Kulu fel is defenzelte magát. És ő is híleli. Hú, baszki. A Kulu már megfeküdt. Az a helyzet, hogy szerintem... Technical-lel támadnám, jó a speed ellen, és ezt a fightot meg is nyeri. Mindegy, támadjunk egy technical-lel, nézzük meg. Cold Blast-eljön. Ami meg közösen. Bír! Üljünk szerintem rá a Kulura. Mind a két atakot mi fogjuk kapni. Kerfili rész, köszönöm szépen a követést, üdvözöllek a csatornán, hello hello. Nyomjuk el, mert úgyis le fog lökni a Monsterről, így is, úgy is. Próbál egy poison coating-gal amúgy. Azaz. Nézzünk egy technical attackot akkor. Ah. Bitch. És muszáj leszek rajta healelni egyet a Kulun. Aha, Herbel nem lehet. Ezzel viszont igen. Ó, rá is ült a Legiánára. Ú, ez nagyon fog fájni most amúgy, amit most fog csinálni. Ez nagyon fog fájni, ez egy iszonyatosan elős skill amúgy. Ez egy OP shit, amit csinál ilyenkor. Fogunk kapni. Azért fordultak egymással szembe, mert egy bizonyos dologban nem értettek egyet, és ezt most így próbáljuk meg lemeccselni egymással. Srácok, én még egy darab HP-et se csaptam le, még már kettőt is. Nyomjuk már akkor egy kinshipet. Most ütöttük le az első HP-ját. Hát, srácok, nem vagyok elégedett. A Kulu az miért power attack-kal akar támadni, amikor technical-lel kellene? Légy szíves, támadjál technical-lel, jó? Akkor hozzuk be a Pukeit. Gyere csak. Let's do this, Pukei, Pukei. Technical attack-kal megyünk rá a Legiánára szintúgy. Ha nekem vele kell összecsapni. Ezt mi nyerjük. Head to head wins. Poison coating-gal a Pukei-Pukei ellen. Azért nem értem, mert a Pukei az alapvetően egy poison. Alapvetően egy poison, lehet, hogy ezt a fegyvert amúgy ilyen lecserélném, bár... Aha, de mondjuk itt van a Rhapsodist Cheese 30. Hát akkor mégiscsak ezt fogjuk használni, nézzük. A Puke ezt még túléli. Aha, úgyis most csak charge-ol. Akkor most csak a Legiana jön. Csak meghalsz. Bitch.
De jó lett volna, ha rá tudtam volna ülni. Na jó, akkor viszont nem tudok más csinálni, rá kell tolni. Vagy egy, ha a hörb nem hilleli föl, rakjunk rá egy potiont. Potion fel fogja hílelni, viszont kéne neki... Hát a T-Spin az jó, vagy egy Venom Shot amúgy. Az se lenne hülyeség, egy Venom Shot. Nyomjál már oda neki egy Venom Shotot. Én meg akkor felhílelem a pukejt. Victory. T-S... Ja, Venom Shot. És most meg fog halni. Ah, épp hogy nem. Bossz. Ha ráugrok, akkor felhílelődik, ugye? Right. Ah. Nyomjunk egy kinship skillt, szerintem. Nyomjunk el egy kinshipet, ja. Let's go. Do it. Ez egy Venom Surprise. Most, ha be tudnánk őket mérgezni, akkor már szinte nyertügyünk van amúgy. Fú, de szoros rácok, fú. Meghalt a Legiana is. És így győztünk, srácok. Az Aue Damage. Ó, baszki. Azt a mindenit neki, éppen hogy. Éppen hogy. Úristen. Hát ez mi volt? Ah. És S-rankra megvan, 801 pont. Legendary Skills 200 pontot be is húztunk. Remélem így máshogy alakul a sztori. Azt hittem kikapunk amúgy. ez jó volt. Ez kurva jó volt. Wow, na ez jó, ez nagyon tetszett, ez kurva jó fight volt, srácok, ennyi múlott az egész, ennyin. Kurva jó. And test your skills against Rider from around the world. Ez a multiplayer funkciója van egyébként, Nintendo előfizetés kell hozzá. És akkor, ami ugye nekünk van, csak ugye ha nektek esetleg nincsen is kérdeznétek. Ugye ez egy aféle ilyen tízelése volt ezeknek a fightoknak. Annyi van, hogy ilyenkor aki ellen vagy, az ugyanúgy tudja váltogatni a szörnyeit, mint ahogy most én is csináltam. Tehát nyilván, ha nekem is csak az egyik szörnyem lett volna, akkor simán veszítek. Omenkit, köszönöm szépen a követést, üdvözöllek a csatornán. Hello, hello. Tehát nyilván simán megvert volna egyébként, ha én nem tudtam volna váltogatni a szörnyeket, de tudtam, úgyhogy így mi győztünk, de ja. Ez egy, és akkor most egy Nargacuga egget fogunk elhozni egyébként, csak mondom. And it's quite heavy too. Smell like match. Ah, mind eltűnt. Akartam volna még válogatni amúgy. Leave, yes. Jó. Merre kéne menni? Jó, most csak simán vissza kell menni. Akkor menjünk vissza. Jön utána egy mackó sajt. Most ezzel nem akarok harcolni, ha nem gond. Köszönöm a GG-ket, srácok, közben. De meg lehet. Na, ezek a fájtok egyébként jók. Maximálisan. Ezek tök jók. A játék legnagyobb erőssége egyébként a harcok. Tehát, hogy így nem is tudom, hogy fogalmazzak így pontosabban, hogy talán ezek a legjobb dolgok ebben a játékban a csata.
mert nem azt mondom, hogy csak ez jó, de tehát ez a legjobb része, ezt nagyon-nagyon megcsinálták amúgy. Baromi addiktív tőle a game, amennyire jól működik, wow. Menjünk akkor be ide. Ja, ez a falu! Ja, basszus, azt hittem, hogy ez egy másik den, de hát csak a faluba kell visszérni, hát ott van, Hattul Ruroth Village. Oké, okay, jó, sorry. Nem olvastam a misőt, most majdnem megkérdeztem, hogy mi az úristen kell csinálni. De hát semmit, visszajönni a faluba. Juhé! Nothing. Oh, but I... Thank you. Come on, Alwyn, don't be like that. Like what? You're just embarrassed, aren't you? So to be a real gentleman like me at times like this, you've got to accept people's gratitude with good grace. What's the matter, Alwyn? It's nothing. I just... Oh, no! You're sick! Let me help you! No, stay back! Oh, I see what's going on here! You're allergic to felines, huh? Allergic? Just a few sneezes! Yeah, we call that an allergy! Looks like we found a cute work of yours, Alwyn. Grandfather's asking for you. Let's go and speak with him. This way. Rear effects went off. Why? Aha. Akkor ez olyan lesz, mint a kaja a Rise-ban. Hogy minden ilyen vadászat előtt ugye el kéne menni, és egy kicsit úgymond ezeket így tehát, mint amikor bekajálsz, ugye ezeket így észben tartani, hogy mindig, amikor kimielőtt kilépsz a faluban, az előtt egy kicsit így ráállni így ezekre a dolgokra, tudjátok, hogy akkor egy prayer, egy izé... Ne csingeljük ki, srácok, ezt az egget, mert nem bírom megállni. Bocsánat, csak közben az OBS... Na mindegy. Nem fárasztalak vele titeket, tudjátok. Mindig van valami. Az OBS-sel. Egy kicsi nargakuga? Hát megeszem. Megeszem. Hogy néz ki? Beszarás. Nézzétek már, milyen aranyos. Hát így már annyira nem. Őt berakjuk a partiba, srácok. Őt berakjuk a partiba, mert ő holy shit. Tehát nargakuga. Ott van speed. Túlságosan sok a technikál. Nagyon szeretem a pukeit, nagyon szeretem a kulujakut, úgyhogy szerintem a Great Jaggy-től fogunk megválni. Mr. Great Jaggy, köszönjük a szolgálataid, viszont nekünk a nargakuga kell. Nargakugát? Lehet-e fentebb húzni egy picit? Mondjuk pont a Great Jaggy-vel. Healing Jane. Jean, bocsánat.
Jaj, tudom megnézni, mi van neki. Ó, Istenem. Tehát van, aki a Bellow Gene, Healing Gene, Breaking Gene. Akkor a Healing Gene-t azt lehetne Shooting Healing level 30-on upgrade-elődik neki. Ezt a Healing Gene-del ebből ki lehetne venni, és neki itt ezt felupgrade-elni. Begin right and channeling must... Nem, ez critical. Nem, várjatok. A Nargakunának van a Rainbow Gene. Meg van a Critical Gene. Akkor Critical Gene kéne neki találni. Esetleg valakinek crit? Critical valakinek? Somebody? Onslaught Gene, Piercing Claws. Miért ugrik fel így? Piercing Claws ez is. Ebben van egy Rainbow. A Rainbow-t azt kivesszük innen. Ja, nem lehet ugyanazt. Piercing Claw. Jó, akkor nem tudom felfejleszteni egyik Gene-jét sem. Jó, mindegy, akkor lépjen ő szinteket, és majd később. Majd később csináljuk. Jó. Artu Erdal Maolo. Oké, beszéljünk az öreggel. Jó, bro. Ezek a beállítások, srácok, ezek nagyon jók. You seem to have the potential to live up to your grandfather's legacy. Yeah! How's that for proving our worth? Not that we didn't have help. Alwyn did a great job too. I'm so relieved. Something didn't seem right about those woods though. All the monsters were really on edge. Is this true, Alwyn? Yes, sir. It's just like before. Before? When Red saved the village all those years ago. The monsters were agitated back then, too. Is it happening again? Értékesek. Érdekesek a párbeszéd, panel, gondolom ezt akartam. Igen, szerintem is. Maximálisan egyetértek a skandilári. So what happened back then? I suppose you have a right to know.